Kifejezzük tiszteletünket a 450 éve kanizsai várkapitányá lett történelmi hősünk előtt. Dénes Sándor polgármester köszöntője után Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő videóüzenetét hallgatták meg a jelenlévők. A Túri Emlékév kezdeményezője és fővédnöke kiemelte, hogy Magyarországot és Európát napjainkban ismét óvni és védeni kell, csak úgy, mint Túri György korában. Az emlékezés tiszteletével, múltunk jobb megismerésével talán még erősebbek, még eltökéltebbek lehetünk abban, hogy Magyarországot és Európát ismét végvárként, bástyaként óvjuk és védelmezzük, és ne rettenjünk meg senkitől, ha a jövőnkről, a létezésünkről van szó. Se hódítótól, se árulótól, se kollaboránstól. A tudományos emlékülésen a török korral foglalkozó professzorok tartottak vetített képes előadást legújabb kutatási eredményeikről. Az emlékév kapcsán a múzeumnak lehetősége nyílik összefoglalni és bemutatni Túri György és kora, Kanizsa vára és Kanizsa törökkori története, kulturális, szellemi és tárgyi emlékeit. Ehhez kapcsolódik a Túri György emlékévhez, a Túri György Múzeumnak a Túri György és kora című tudományos emlékülésünk, melyben 8 előadást hallgathatunk meg a legújabb kutatási eredményekkel. Az előadások bemutatták Kanizsa külvárosának pusztulását, az egykori mezőváros várának építéstörténetét, valamint azt is, hogy a földrajzi fekvése miatt szinte védhetetlen települést miként próbálta az 1567 és 1571 között kapitányként szolgáló Túri György megóvni a támadó török csapatoktól. Ez egy hosszan, másfél kilométer hosszan elnyúló mezőváros volt, ami védhetetlen volt, ezért épült ki a mai Erzsébet tér területén egy falakkal körülvett védhető város, és ezt a területet, amin valamikor Kanizsa több száz évig állt, gyakorlatilag elhagyták és feladták, és ezt Túri György nemigen tudta megvédelmezni, annak ellenére, hogy számos kisebb-nagyobb erődítményt épített a mai kanizsai határán belül, onnan jelezni tudták, hogy a törökök mikor és milyen irányból érkeztek. A Túri emlékév jegyében már több hagyományőrző és kulturális programot szerveztek idén Kanizsán. A mai konferencia egyik fő célja az volt, hogy a helyi fiatalok minél többet tudjanak meg Túri Györgyről és Nagykanizsa történelméről, ezért az emlékülésen elhangzott előadásokat oktatásra is felhasználják majd a városi iskolákban.